Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, sziasztok, M3 Autóparkban vagyunk, Concertóval fogjuk megmutatni nektek ezt a Kia Riót, egy nagyon jó állapotú és nagyon keveset futott autót, 2004-es, egy 343 köbcentis, 82 lovas benzinmotorban menne, és ugye elég sok műszaki van rajta, tehát 14 hónap mostantól kezdve, ugye, vagy innentől számolva. Ötös váltottalanunk az autóban, manuális klímát, ami működik, rádiómagnót, kötfényszórót előre-hátra, és egy óránk van, digitális óra. A légzsákokban 4 darabot szereltek bele, tehát van elől és oldal légzsák az ülésekben, a kormánya bőrbevonató és szinte mondhatni nyugodtan, hogy újszerű, hiszen nagyon keveset futott, mindjárt megnézzük azt is. 4 darab ablak és elektromos tükör, ami itt balkézről van, és ugye a hátsó ablak törlő és a fényszóró magasság állító. Na nézzük, hogy hogy indul az autónk. Ugye látszik, hogy van ABS-ünk is, immobilizer, átvertek, ugye ebben van egy immobilizer, amit én tudok, és aki majd jön, annak meg fogom ugye mutatni, hogy hol van, amit meg kell nyomnunk. Tehát az autó szépen indult, elaludtak a kontrollámpák, ugye be van húzva a kézifékünk, ezen kívül más hibát ugye nem látunk, nagyon szépen forog a motor, rögtön meg is nézzük azokat is. Kinyitjuk az ajtót, akkor elkezd sikítozni. Könyöktámasz van az autóban, és nincsen szétülve ugye az ülése, állítható magasságú. Nézzük az autó hátsó részét, itt is ugye elektromos ablakokat találtok, bal kézfelől, jobb kézfelől, és oldal légzsákok is, az ülése pedig teljesen tökéletes, szerintem újszerű állapotban van. Ez fölborítható, ugye ez meg rádönthető, tehát elég kellemes nagy csomagteret lehet vele kialakítani. A gumik azok téliek rajta, és nagyon jó mély bordázatú ez a gumi, úgyhogy ne is szedjétek le, mindenféleképpen hagyjátok rajta, hiszen itt van a nyakunkon a tél. A hátsó csomagtartót kinyitjuk, nézzük, hogy itt mit találunk benne. Van egy rolónk itt, ami be van akasztva, ezt kiakasztjuk Concertóval. Így, és aztán amit itt láttok, az itt Feri és Peti, itt van egy gumiszőnyeg garnitúra, az is jól fog jönni ugye télire, de szépen betettük, teljesen újszerű ez ezen része is, kötelező tartozékok, üléshúzat van hozzá, 2 darab előre, és egy kormányvédő, aki akarja, majd ráteszi. Itt láthatóan benne van az autónak a pótkereke, és ugye az emelőt látjátok, tehát minden tartozék benne van a járgányban. Nézzük meg a karosszériáját, mutatós, szép ezüst színű, szép vonalvezetésű, jó állapotú, nincs összetörve az autó. Elől kötfényszóró, mint mondottam, és ugye télire jó fog jönni majd ez a része a szerkezetnek. Na nézzük, hogy jár a mocia. Jó az aksi, azt hallottátok, láttátok. Könnyedén indult, és csendesen jár benne a 82 lóerős benzinmotor. Föltöltve a fékfolyadékkal, meg a szervófolyadékkal. Úgyhogy teljesen rendben vagyunk. Én azt gondolom, hogy érdemes benéznetek, egy 47.000 kilométert futott, újszerű állapotú Kia Riót láttatok. Gyertek el velünk a próbakörre, és most a következő videó az lesz, azt is meg tudjátok nézni, meghallgatni menet közben, hogy szalad a szekér. Oda is várunk benneteket, addig is kellemes időtöltés nektek, a viszontlátásra.